Gyereksereg lepte el csütörtökön a barátságmozit. Az Adj egy ötöst érzékenyítő program keretében közös filmnézésen vettek részt a Hétvezére Általános Iskola és az Arany János Egymi autizmussal élő Vörös Marti iskolába kihelyezett tagozatának gyerkőcei. Akik ideálltak a könyv, egyik felül a matematikában, a másik pedig az olvasáson. Hát vannak gyerekek, akik mindegyiket szeretik. A programsorozat minden alkalommal közös játékkal indul, hogy a kisdiákok közelebbről megismerhessék az autista társaik érzéseit. Programunknak az a legfontosabb jellemzője, hogy nem csak egyszeri alkalommal is a gyerekek egy helységben eltöltenek időt, hanem tulajdonképpen, mint majd itt is a filmvetítés előtt látni fogjuk, közös játékra hívjuk a gyerekeket, és mivel ez már nem az első találkozásuk a gyerekeknek, megtanulják, hogy hogy lehet kérdezni, hogy lehet segíteni egymásnak. Nem ez volt az első találkozásuk a gyerekeknek, hiszen június 9-én az Autizmus Világnapján már közös játékon vehettek részt a két intézmény növendékei. Dömötör Horváth Veronika nagyon jó kezdeményezésnek tartja a programot, hiszen így a gyerekek időben megismerhetik, milyen hétköznapi kihívásai vannak a különleges képességű társaiknak, de a nehézségek ellenére nem is annyira különböznek egymástól. Ez egy sorozat, és nem csak egy egyszeri alkalom. Amikor itt történik egy foglalkozás, azt utána mi feldolgozzuk az iskolában, megbeszéljük a gyerekek tapasztalatait, és kérdéseket fogalmazhatnak meg, és ezek a kérdések nem maradnak a levegőben lógva, hanem a következő alkalommal feltehetik őket, és válaszokat is kapnak, és ezáltal az együttműködés úgy érzem, hogy teljes és egész lesz. A kicsik a vetítés előtt megismerkedhettek a vetítővel és a hangtechnikával is, majd a Szárnyajs című kínai animációs mesét nézték meg.